készpénz nélküli társadalom az gyakorlatilag itt van a sarkon, és annak ellenére, hogy az emberek nem hajlandók tudomást venni erről, annak ellenére ez közeledik. Ezt támasztja alá ez a hír is, ami Indiából érkezett. Ugye egy 70 éves ember meghalt a sorban állás közben, hiszen Indiában bevonták az 1000 rupiást gyakorlatilag egyik napról a másikra, és a kialakult káoszban ugye ez történik. Mutatok még több videót is majd erről a későbbiekben, azonban csak ezzel akartam kezdeni, hogy mindenki számára világos legyen az, hogy a pénz nélküli társadalom az hamarosan bekövetkezik. Ugye ez 2016 novemberi, ez a hír november 14, ami csak 6 nappal azután történt, hogy a miniszterelnök bejelentette november 8-án, hogy az 500 rúpiás, illetve az 1000 rúpiás bankjegy megszűnik. Effektíve másnap vagy harmadnap. És ez az úgynevezett demonetization, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a készpénzt kivonják a forgalomból. Ez a folyamat kezdődött meg Indiában, tulajdonképpen november 8-án, és természetesen ez egy káoszt indított el, aminek az egyik eredménye ugye, amit láttunk az előző videón, de még meg fogunk nézni néhányat a későbbiekben. Előtte azonban egy-két újsághírt szeretnék ebben a témában megmutatni. Ez a hír a firstpost.com weboldalról való, akárcsak az előző hír. Ez arról számol be december 1-én, azaz 10 napja, hogy a fizetés napon tulajdonképpen fokozódik ez a káosz, és fájdalmas sorok tapasztalhatók, és ez csak a kezdet. Ezen a videón egy ilyen sort láthatunk, illetve azt, hogy az emberek hogyan próbálják a fizetésüket megszerezni, hiszen ugye az 500 és az 1000 rupiás már nincs forgalomban, úgyhogy nem egyszerű hozzájutni. Aki azt gondolja, hogy ez csak Indiában fordul elő, annak fájdalmas felébredése lesz, amikor ez a helyzet kialakul világszerte. A Bloomberg.com weboldal arról ír, hogy ugye a kormányzó Jurit Patel ellenáll azoknak a felhívásoknak, hogy a jegybanki kamatot csökkentse Indiában. Ami azonban érdekes ebből az egészből, az itt jön ebben a bekezdésben. Ugye arról írnak, hogy a készpénz forgalomból való kivonása az Indiát egy feltérképezetlen területre fogja kalauzolni, illetve az, hogy ennek a célja az, hogy kivonják illetve hogy megakadályozzák azt, hogy a fekete gazdaság teret nyerjen, illetve visszaszorítsák. Nagyon fontos az, hogy mindenki értse azokat a kifogásokat, illetve azokat az okokat, amelyel azok, akik uralják és irányítják a rendszert, előállnak, hogy hogyan is szigorítsák az életet. Természetesen a fekete gazdaságot ezzel vissza fogják szorítani,
azonban ugyanúgy sokkal nagyobb hatalmuk lesz, illetve kontrollt fognak gyakorolni a teljes lakosság fölött. Egyrészt ugye az adó sokkal egyszerűbb lesz, és másrészt pedig az egész gazdaság át fog alakulni, hiszen nem lesz készpénz. Így sokkal nehezebb lesz az embereknek a szolgáltatásokat, illetve az árucikkeket megvásárolni, eladni, és így az egész életük természetesen nehezebb lesz. Kicsit többet megtudunk a livemint.com weboldalról, ahol is december 5-i ez a cikk, ami arról szól, hogy a készpénz nélküli gazdaság az mindig egy fantázia az indiaiak számára. Itt viszont kiderül, hogy az 500, illetve 1000 rupiás bankjegyek azok 86%-át reprezentálják a forgalomban levő összes bankjegynek. Ami azt jelenti, hogy effektíve 86%-át a bankjegyeknek egyik napról a másikra kivonták a forgalomból. November 8-án történt ugye a bejelentés, és itt azt olvashatjuk, hogy Deepak Kumar, a 22 éves biztonsági őr, aki 7500 rúpiát keres egy hónapban, egy bankszámlát szeretett volna nyitni New Delhi-ben, az állami bankban, hogy megkaphassa a fizetését a régi bankjegyekben, azonban visszautasították, és azt mondták neki, hogy januárban térjen vissza. Mindenek a tetejében 98%-a a tranzakcióknak az készpénzben zajlik, és 11%-a a fogyasztóknak használt bankkártyát 2015-ben, szóval 11%, míg alig több, mint a népesség fele rendelkezik egyáltalán bankszámlával, ami ugye előfeltétele annak, hogy digitális módon tudjon valaki tranzakciókat bonyolítani. 18 bankautomata van 100 000 emberre Indiában, míg 129 automata Brazíliában, és csak 22%-a a lakosoknak használja az internetet alkalmanként, míg csak 17%-ának van okos telefonja. Ennek ellenére meghozták ezt a döntést. Az általános probléma az, hogy ez a lépés nem foglalkozik a hétköznapi emberekkel, ugyanis az ő életük nehezebb lesz, hiszen nekik ezzel kell szembenézniük. Szóval mindazoknak, akik azt gondolják, hogy majd az állam Európában vagy Magyarországon gondolni fog rájuk, azoknak azt ajánlom, hogy figyeljék meg alaposan ezt a felvételt, illetve hát ezt a képet. Illetve néhány egyszerű hétköznapi történetet azért érdemes kiemelni, hiszen rengeteget lehet tanulni belőle. Ugye az, hogy nem áll rendelkezésre készpénz, hiszen az 500 és 1000 rupiás nem tudják használni, ezért készpénz hiány alakult ki, és akik a gazdasági létre a legalján vannak, azoknak ugye néhány étkezés kimarad, illetve adósságba kerülnek. Kis és középvállalkozások természetesen szenvednek. Mohamed Iqbal, 30 éves, akinek egy mobiltelefonboltja van Bangalore-ban, ő 80%-ot esett az ő bevétele egyik napról a másikra. Ez a videó az India TV csatornáról származik, és azt javaslom mindenkinek, hogy nézze meg. Csak néhány képet akarok bemutatni abból, hogy mi is történik jelen pillanatban Indiában, és a
Aki ismeri a dél-amerikai helyzetet, az tudja, hogy ott ugyanez folyik jelenleg. Ott ugye a gazdaság omlott össze. Itt effektíve a pénzpiacot döntötték romba azzal, hogy kivonták a forgalomból ezeket a bankjegyeket. Természetesen ezeknek az emberek ezt előre lehetett tudni, nyilvánvaló volt, hogy ez fog történni. Ha valaki azt hiszi, hogy azok, akik uralják és irányítják a világot és a bankrendszert, nem képesek ennyit sem megjósolni, akkor az egy álomvilágban él, de ez volt a cél. Így ki tudják teríteni azt, hogy mit is, hogyan is reagálnak az emberek, plusz hozzá lehet őket szoktatni ahhoz, ami történik. Ez egy programozás, gyakorlatilag egy társadalom építés, hogy úgy fogalmazzák. Pontosan ez az, ami vár tulajdonképpen mindenkire az egész világon, hiszen készpénz hamarosan el fog tűnni a forgalomból, és helyette különféle digitális fizető eszközök, illetve módszerek fognak megjelenni. Az egyik, amit már most is látunk, a bankkártyás, másik a mobiltelefonos, és a többi, és a többi. Előbb-utóbb viszont az egész el fog mozdulni egy implantátum által vezérelt piacra, ugyanis az ok, mint mindig, a fekete gazdaság lesz, illetve a biztonság, a mi biztonságunk, holott azok, akik ébren vannak, tudják nagyon jól, hogy akik uralják és irányítják a rendszert, ezáltal csak több hatalmat fognak maguknak megszerezni, és mindig is ez volt a cél. Tudom azt is, hogy rengeteg ember van, aki úgy gondolja, hogy Európát ez sosem fogja érinteni, illetve hogy ez majd csak a jövőben lesz, illetve hogyha lesz is, ez nagyszerű lesz, hiszen akik uralják és irányítják a világot, azért dolgoznak túlórában, hogy a mi életünket jobbá tegyék. Egész egyszerűen eddig csak ez nem jött össze nekik. Azonban nézzük meg, hogy mit mond a Bloomberg az egyik videójában, amit úgy hívnak, hogy Welcome to Cashless Sweden. Where could we have that? It must be here. Shopping for snacks in Stockholm has got a lot simpler in recent years. My PIN code, and then it's done. In part, that's thanks to cashless payment systems. Ugye arról van szó, hogy mennyire egyszerű lett a bevásárlás, hiszen Svédországban egyszerűen mobiltelefonnal fizetnek, és ez nagyban köszönhető az olyan rendszereknek, amelyek nem használnak készpénzt. Like the one developed by entrepreneur Peter Friedel. Ugye ő egy vállalkozó, illetve entrepreneur, aki kifejlesztett egy ilyen rendszert. Cash presents a lot of problems for society as a whole. I mean, a lot of people actually want to use cash, but in Sweden it's definitely lower and lower and lower. While an estimated 55% of US consumer payments are made with cash. Amerikában 55% a készpénzfizetések aránya, és ő pedig azt mondta ugye az imént, hogy Svédországban még mindig vannak, akik szeretnének készpénzt használni, azonban ez problémát jelent nagyon sok embernek. In Sweden, that number is now down to 41%. Svédországban 41%. The cashier system, we're there, but we also have the network because we're sitting on the mobile data network, so we're up in a store in a second. Ugye a lényeg az, hogy Seamless, ugye a cég neve, és hogy valóban ez az átmenet, ez tulajdonképpen problémamentes lesz, észrevehetetlen, hiszen a rendszer már megvan, ki van dolgozva. A bankrendszer természetesen reagált ezekre a változásokra, és nézzük meg, hogy mit is tettek. Six of Sweden's largest banks banding together in 2012 to build an instantaneous mobile payment platform. Hat legnagyobb bank Svédországban megépített egy mobil fizetés alkalmas appet, és
az emberek ezt használják azóta is. Érdekes az is, hogy mit mond az indokként. Swish. We share the development costs. We see that customers are adopting new technology like. Ugye megosztották a fejlesztési költségeket, és hiszen látták azt, hogy az emberek milyen gyorsan hozzászoktak az új lehetőségekhez és az új módszerekhez. Mobile payments, and of course we also saw this need where we could replace cash. És természetesen láttuk ezt a lehetőséget, hogy a készpénzt gyakorlatilag helyettesíthessük egy elektronikus fizetési módszerre. Sokkoló azonban az, ami most következik szerintem. Many bank branches here no longer carry hard currency. Számtalan bank már nem is használ fizikai fizetőeszközt, tehát pénzt, effektíve pénzt. Homeless magazine vendors like Jimmy here use wireless card readers to accept credit and debit card payment. Ugye aki ezeket a magazinokat árulja az utcán, ezek az emberek elfogadnak wireless, az vezeték nélküli és kártyaleolvasó segítségével elektronikus fizetési módszereket. Mellesleg ő egy hajléktalan, aki ezt a magazint árulja. És számtalan bolt szintén ugye ki is írja azt, hogy készpénzt már nem fogadnak el. But in Sweden, which printed Europe's first banknotes 350 years ago, these new technologies have not stopped the central bank from designing new notes for 2015. És mi a helyzet az Európai Unióban? Hát ugyanez. Az Európai Unió kezdeményezésére egy készpénz nélküli társadalom projekt indult el, és kétségbe esetten próbálnak adót emelni, ugye desperate to raise taxes. Erről számol be globalresearch.ca weboldal, ami mellesleg egy elég hasznos oldal, hogy amikor különféle kutatásokról van szó. Az elején arról ír a cikk, hogy néhány hónapja a Guardian közölt egy cikket, amiben arról van szó, ugye, hogy bankok, akár autóbuszok, utcai árusítók, de még a templomok is tulajdonképpen virtuális fizetőeszközöket várnak az emberektől, és a készpénz nélküli társadalom az tulajdonképpen a modern társadalomnak egy része, illetve hát egy ünnepelt része tulajdonképpen. Louis Henriksen arról beszél, hogy ő egyáltalán nem használ készpénzt, egyszerűen neki nincs szüksége rá, hiszen a boltok nem akarják, a legtöbb bankban nincsen, és tulajdonképpen bármit meg tud venni, anélkül. 0,5%-ra fog csökkenni a készpénz tranzakciók száma 2020-ra, ugye, majd meglátjuk, hogy mi is történik 2020-ra, de erről szól ez a cikk, illetve ezt közli ez a cikk. Későbbiekben arról olvashatunk, hogy az Európai Központi Bank egyik intézménye, a European Payments Council, ami tulajdonképpen az európai fizetési módszereknek a tanácsa, vagy fizetési módszerekről egy tanács, ők azonban arra készülnek, hogy teljes mértékben kiiktassák a készpénzt a forgalomból. Természetesen a cél nem az, hogy egyszerűbbé tegyék a kereskedők életét, vagy kényelmesebbé, hanem az, hogy kétségbe esetten adót szeretnének emelni. Ez a projekt 2017. novemberben kezdődik, aminek célja az, hogy teljes mértékben
teljes mértékben eltüntesse a bankjegy automatákat, és mindenkit arra kényszerítsen, hogy mobiltelefonokat, vagy műanyag, vagy kártyákat használjanak. 2017. novemberben kezdődik, mindenkit arra kényszerítsen. Mindenkit arra kényszerítsen, hogy bankjegyek, hogy kártyákat használjon, vagy pedig a mobiltelefonjukat használja, hogyha fizetni akar. 2017. novemberében kezdődik ez a folyamat, amit ugye természetesen az Európai Központi Bank az, aki kezdeményezett és irányít. Aki Európába fog utazni azokból az országokból, amelyek nem tagjai ennek az ugye a Eurozónnak, a közös gazdasági területnek, azoknak egy applikációba előre meghatározott összeget kell befizetniük, megint csak ugye forced to prepay, azaz arra lesznek kényszerítve, hogy eurót fizessenek be egy számlára, és csak így jöhetnek, és csak így lesznek képesek vásárolni. A szokásos szemétről van szó, ugye a lényeg az, hogy átlátható árak legyenek, és az, hogy gyorsan és kényelmesen és teljesen megkapja mindenki az összeget, ami ugye neki jár a fizetséget, és a bank felelősséget vállal azért, ha bármi rosszul sül el ebben az 500 millió embert és 20 millió üzletet magába foglaló Európai Unióban. Természetesen az idén is voltak találkozók és konferenciák, ezeket egy pénz nélküli társadalom felé címmel rendezték meg. Görögországban arról van szó, hogy az adóelkerülést szeretnék ezzel csökkenteni, és ezért szeretnék korlátozni a készpénz használatát Görögországban. Ugye, ja igen, és egy külön adót terveznek a készpénz használatra, illetve arra, hogyha valaki készpénzt vesz ki, vagy a bankból, vagy az automatából. És természetesen a fekete gazdaságot emlegetik megint. Ugye ez mindig is ez lesz az ürügy. Fekete gazdaság, hogy nekünk jobb legyen. Természetesen a színfalak mögött uralják és irányítják a világot, azok egész más tervük van, és az nem más, mint a teljes kontrollja a társadalom. Hogyha megadóztatják a készpénzt, illetve a készpénz felvételt, az drasztikusan csökkenteni fogja annak használatát, és a fekete gazdaságot, ezt remélik Görögországban. A családok, illetve dolgozók, ezek mind-mind javaslatok, amiket most felolvasok az adózással kapcsolatban is. Családok vagy dolgozók csak azután lesznek megadóztatva, amit nem költöttek el a bevételükből, illetve az lesz, arra lesznek az emberek tulajdonképpen különböző jogszabályokkal serkentve vagy buzdítva, hogy mindenért blokkot kérjenek minden egyes vásárlásnál, hiszen így tudják majd igazolni azt, hogy ők ezt elköltötték tulajdonképpen, illetve az üzleteket is mindenféle a nagyságuktól függetlenül, hogy arra bíztatják, illetve arra fogják serkenteni jogszabályokkal, hogy a fizetéseket elektronikus úton adják az embereknek. 5000 éve, mióta pénz létezik, azóta nem volt negatív alapkamat. Ez azonban hamarosan meg fog változni, hiszen a
az Európai Központi Bank jogszabályozói ugye azt tervezik, hogy a megadóztatják a készpénzfelvételt, illetve a készpénzt a forgalomból kifogják tulajdonképpen erőszakozni, forcing, ami azt jelenti, hogy ki erőszakolják ezt a forgalomból, hiszen büntetni fogják azt, és különböző büntető kamatokkal, és ez lesz a norma néhány éven belül. Természetesen hatalmas probléma az, ami 2007-ben Nagy-Britanniában történt, ugye, hogy az emberek megrohanták a bankokat, hogy kivegyék az összes pénzüket. Ez a bank ugye a Northern Rock volt annak idején, és ez természetesen nem lesz lehetséges a jövőben, hiszen amennyiben minden pénz elektronikusan mozog, így az emberek képtelenek lesznek hozzáférni a saját pénzükhöz, amennyiben a rendszer azt nem akarja. A cikk azzal zárul, hogy így vagy úgy, végül nem leszel a saját pénzednek az ura ebben a készpénz nélküli társadalomban. Ez biztos.